Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit itt a hallgatóságból. A nevem Szabó Norton, és Dégyi nagyon felismerte, hogy a világegyetemet hoztam el ide. Egy picit kevesebb dimenzióban, mint hogy azt a valóságban be kéne mutatni, de szerintem be fogjuk érni most hárommal is. Amit itt látunk, ez a Svápi csillagvizsgáló téridő trambulini, úgyhogy ezúton köszönjük a, a kutatóközpontnak és a látogatóközpontnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották, és picikét Ismerkedünk a gravitációnak a viselkedésével, utána pedig az a terv, hogy elmegyünk egészen a nagy skálákig, és megnézzük, hogy hogyan lehet modellezni az egész univerzumot, hogyha belepakolunk sötét anyagot, meg sötét energiát, meg minden egyéb dolgot is. Ugye a gravitációról nagyon régóta gondolkozik az emberiség, hogy ez így. Pontosan mi is lehet, eléggé megfoghatatlan. Vannak, akik azt hiszik, hogy ma tudjuk, de az igazán föntlévő elmélet isek ma is azt mondják, hogy eh, úgy nagyjából értjük azért, hogy mi a, mi a gravitáció, de vannak még kérdések benne. Első elméletek azok nagyon egyszerűek voltak, vannak dolgok, amik lefele szeretnek esni, meg vannak dolgok, amik felfele szeretnek esni. Tipikus lefele eső dolog például az ember, meg a kavics. Tipikus felfeleső dolog mondjuk a tűz, meg a madár, azok felfele zuhannak az égen, ezt gondolták az ókori görögök egy picikét elegánsabb megfogalmazás Newtonnak az elmélete, miszerint valamilyen erőről van szó, minden tömeggel rendelkező test között valamilyen láthatatlan vonzerőt tapasztalunk, és ez a gravitáció kicsikét elképzelhető úgy, mintha láthatatlan, érezhetetlen kötelekkel össze lennénk kötve. Felugrom, ezek a kötelek visszahúznának engem a Földre. Ez az elmélet nagyon jól működik, nem véletlen, hogy fizika órán ezt tanuljuk, és nem véletlen, hogy mechanika órán is a saját vonzási körzetében ezzel az elmélettel próbáljuk meg kiszámolni a dolgokat itt az eltén is. Kicsi dolgoknál ember, madár, tűz, kő nagyon jól működik. Amikor elmegyünk nagy égitestek felé, közel megyünk egy csillaghoz, egy galaxis vizsgálunk, akkor már kicsikét pontatlan ez az elmélet, úgyhogy kellett valami új. És kicsit több mint száz évvel ezelőtt egy Albert Einstein nevű fizikus fogalmazta meg a mai legpontosabb értelmezésünket a gravitációról, ami azt mondja, hogy ez valójában az univerzumunk geometriájának egy következménye, a mi világegyetemünk. Négydimenziós téridőként elképzelhető, pontosabban nem képzelhető el, mert az emberi agy csak három dimenziót tud elképzelni. A három dimenzió az könnyen megvan mindenkinek, tudok menni előre-hátra, ez egy, tudok menni jobbra-balra, ez kettő, tudok menni fel-le, ez három. Ezzel a három mozgást az univerzum bármelyik pontjára eljuthatok, csak nagyon sokáig fog tartani, ha kellően messzi pontot választok. De ez így működik. Ehhez hozzáveszünk még egy idő dimenziót is és ennek a görbülete valójában a gravitáció. Most itt nem tudok négydimenzióban dimenzióban mutogatni, úgyhogy emiatt lecsupaszítjuk háromra, ezen a téridő trambulinon is lehet mozogni előre-hátra, lehet menni jobbra-balra, és lehet menni a harmadik irányba is, felfelé-lefelé. Hogyha fogok egy nagyon egyszerű univerzumot, amiben nincsen semmi, csak egyetlen egy test, mondjuk egy szép üveggolyó, és ezt a magányos testet elindítom benne, akkor nem hat rá semmi erő, nem bőrből sem erre a téridőm, elindul, a másik oldalt leesik, és 10-15 év múlva megtaláljuk majd a polc Hogyha viszont valamilyen tömeget belehelyezek ebbe, mondjuk egy kisebb égi testet, vagy egy házat vagy bármit, ami egy picikét azért már rendelkezik tömeggel, akkor látjuk, hogy egy apró görbületet kapok, elindítom megint egyenesen, és azt látjuk, hogy egy picikét elkanyarodott. És ez így most egy másik polcalán fog begurulni. Hogyha viszont egy nagyobb testet veszek, fogom a napot, napunkat behelyezem az univerzum közepére mondjuk, akkor ő már jócskán meggörbíti a téridőt, tehát a következő égi testem, ő sokkal jobban elgurul, és egy harmadik szekrény alá fog majd begurulni. Nagyjából így lehet egyszerűen elképzelni a világegyetemet. Hogyha van ott középen egy csillag, és mondjuk egy álló bolygóval próbálkozok, akkor nem fogunk meglepődni, bezuhan a csillagba. Viszont a bolygók nem ezt csinálják a naprendszerben, zuhannak ők a nap felé, csak közben van nekik egy oldalirányú sebességük. Fogok mondjuk egy szép kék üveggolyót, és az jellemezhet egy kék bolygót, nevezzük el mondjuk Földnek, a Föld zuhan a nap felé, de közben elindítom oldalra, akkor miközben ő be akar esni, mellé zuhan a napnak folyamatosan. Tehát ahogyan megy körbe, mindig mellé megy, azért azt látjuk, hogy itt a pályájának a sugar az folyamatosan csökken, ennek a modellnek azért van némi hátránya, ami egyben az előnye is bemutathatóság szempontjából, tehát hogy van itt körülöttünk levegő, nehézzé tenni a megfigyelést, hogyha nem lenne, viszont lassítja közeg ellenállással. Ugyanúgy ez a lepedő is súrlódással lassítja a golyónkat, elmegy másfelé az energiája, úgyhogy emiatt ebben a modellben a bolygók bezuhannak a napba. A valóságban ilyen nem történik, valóságban az lesz, 5 milliárd év múlva középpen az a golyó kinyílt, tágul jó nagyra, és megeszik mindenkit, de ez azért még egy picit arrébb van, és viszont látjuk azt, hogy folyamatosan mennek befelé. Ugye a naprendszerben nem egyetlen bolygó van, hanem nyolc. Most, hogyha egy 2024-ben vesszük fel ezt az anyagot, illetve mondom ezt el, ö, de az atomchill atom teljes történelmében nyolc bolygó volt a naprendszerben, úgyhogy nyolcat fogok indítani én is. Szépen elindítom mindegyiket, akkor ők körbe-körbe mászkálnak a nap körül, és uh, ameddig úgy nem kerülnek túl közel egymáshoz, akkor addig egyébként nem is bántják egymást, és amikor elkezd besűrűsödni oda minden, akkor jönnek az ütközések. Úgyhogy így szépen körbe-körbe mászkálnak a bolygóink, látjuk azt, hogy itt mindegyikőjük egy irányba megy, ez most itt azért van, mert egy irányba indítottam el őket, de a naprendszerben is azt tapasztaljuk, hogy az összes bolygó az ugyanabba az irányba kering a nap körül. Ezt is el tudjuk játszani a téridő trambulinnak a segítségével. Megint veszek golyókat. Itt vannak a bolygóink. És feltételezzük azt, mondjuk a korai naprendszerben sokkal több bolygókezdeményezés, bolygó méretű égítest mászkált, és hát nem egy irányba volt, amelyik a másik irányba hajtott be a körforgalomba. Tehát megnézzük, elindítok mind a két irányba golyókat, van, amelyik elszökik, és egy idő után ütközések folyamán kialakul az, hogy marad egy domináns irány. Az egyik irányba több golyót indítottam el, az egész rendszernek volt egy perdülete valamelyik irányba. Ugyanez meg volt a naprendszerben is. Korai időszakban mindenfelé mászkáltak égitestek, de mégiscsak van egy domináns irány. Minden rendszerben találunk azért egy kitüntetett irányt ilyen szempontból, hogy a perdülete az arra felemutat, mutat, hogyha ilyen csillagkeletkezésre gondolunk, a többiek, amik eléggé nagyok voltak, azok összeütköztek, amik nem voltak elég nagyok, azok az ortfelhőben, mai napi mindenféle gömbszimmetrikusan körbe veszik a napot. Ezért van az, hogy a ma ismert naprendszerben egy irányba mennek szépen körbe a bolygóink. De nem csak bolygókat találunk a naprendszerben, hanem például holdakat, amik a bolygók körül keringenek. Fogok két üveggolyót, egy nagyobbat, meg egy kisebbet, nem mágnesesek, azt elárulom. Tehát az első intuíciónk az is lehetne, hogy hát két üveggolyót itt elindítok, azok mégis miért kezdenének el ebben a modellben egymás körül keringeni. Nézzük meg, hogy működik-e, tudja -e a fizikát ez a modell, bolygót és holdat szépen elindítom, és együtt maradnak, és szépen lassan elkezdenek keringeni egymás körül valóban, tehát tudja ezt a modellünk. Hogy ez mi miatt van, az egy jó kérdés, elhisszük tényleg azt, hogy nem mágnesesek. Nézzük meg akkor, hogy egy nagyobb különbséget csinálok a holdunk és a bolygónk között, egy olyan bolygó valami, mert nincsen lecsiszolva az alja, tehát nagyobb lesz a különbség, sőt, csináljunk még nagyobb különbséget. Jó nagy bolygónk van egy viszonylag picike holdacskával, elindítom őket, és így már látszik az, hogy az történik, hogy a bolygónk ugyanúgy begörbíti a teret, mint középen a csillagom, csak sokkal kisebb mértékben, és ebbe a picike, úgynevezett gravitációs kútba beleragad a holdacskánk. Ahogyan a nap körül a bolygó megy körbe a nap gravitációs kútjában, a hold itt szépen csapdázódott, és ő pedig marad saját magával. Az első demonstrációban, amikor kisebb volt a különbség, akkor jól láttuk azt, hogy a végén a hold az leszakad a bolygóról. Tehát most is, hogyha elindítom, el vannak egy ideig, és utána pedig azt veszük észre, hogy amikor közel érnek, akkor eltávolodnak egymástól. Mi lehet ennek az oka? Egyszerű, ahogyan haladunk befele a gravitációs kútban, egyre nagyobb a meredekség. Ez így van a téridőben is, így van itt ezen a, ebben a szituációban is. Egy idő után már jobban lejt ez a lepedő a csillag felé, mint a bolygó felé, és leszedi egy, így a holdat a, a nap. Nem véletlen, hogy a Merkurnak és a Vénusznak, a két belső bolygónak nincsen holdja. Nem maradhatnának stabilan ott, előbb-utóbb a nap szépen lekaparná őket a, a bolygóról. Úgyhogy így csináltunk egy picike naprendszert nálunk ez a, ez a, helyzet, van ott középen egy nap, körülötte pedig keringenek bolygók, meg kisbolygók, meg üstökesek, meg mindenféle egyéb vicikvacak. De nem minden rendszer ilyen, sőt, általában nem egy csillag van oda bent. A csillagrendszerek jelentős részénél kettő darab központi csillagot, vagy akár még többet találunk, ők a többes rendszerek. Ugye szabad szemmel mondjuk felnézünk az égre, látunk egyszerű pontcsillagokat. Hogyha a göncölszekeret valaki megtalálja a saját szemével, akkor a göncölszekérnek a rúdja a szabad szemmel is úgy tűnik, mintha hogy az kettő pontocska lenne. Vitatkoznak róla a kutatók, hogy az ott tényleg egy kettős csillag, vagy csak egy irányba látszik a kettő, pont abban a távolságban vannak egymástól a fizikában, tehát nem látó irányban, a fizikában a csillagok, hogy rá lehet mondani azt is, hogy ők igazából csak egy irányban vannak, de azt is, hogy van valami gravitációs kölcsönhatás, de tényleg ott vannak, szabad szemmel is látunk olyan csillagot, ami nem egyedül van, hanem ketten. Hogyha most ebbe a rendszerbe beküldök két csillagot, az egy picike ideig keringenek egymás körül, de igazából nem annyira izgalmas, Úgyhogy elképzeljük magunkat egy olyan rendszerben, ahol együtt forgunk ezzel a két csillaggal. Tehát a csillagaink saját közös tömegközéppontjuk körül keringenek, ebbe a rendszerbe mi is belehelyezkedünk, és lerögzítjük a két csillagunkat. Egy csillagot rögzítek ide, megyek a táblának, és egy második csillagot pedig rögzítek szépen ide mind a két irányba görbül a téridő, és most egy ilyen rendszernek egy bolygójára képzeljük magunkat, mégis milyen pályákkal találkozhatunk ebben a rendszerben. Legegyszerűbb az talán az, hogyha mind a kettőt megkerüljük, körbe megyünk, ezt úgy hívjuk, hogy cirkumbinális, tehát mind a kettőt megkerülő, elindul, körbe megy mind a kettő uh, csillag körül. Ilyen például a Tatooine a Star Warsból megy körbe, kettő csillaga körül, nem bántja őt senki. Elképzelhető egy olyan bolygó is, ami nem megy körbe a kettő körül, hanem csak az egyiket kiválasztotta saját csillagának, és szépen itt mászkál körbe-körbe. Ezeket cirkumprinális ö, bolygóknak hívjuk, itt mászkálnak. Mondjuk ilyen a dűnéből a... Melyik? a Gideon Prime, a Harkonnen családnak a bolygója, az egyetlen csillag körül megy körbe, annyit csalunk a rendszerben egyébként, hogy a dűnében ott három csillag van, és úgy mászkálnak körbe. De például a Star Trekben a vulkán is egy ilyen bolygó, ami egyetlen csillag körül megy körbe egy többes rendszerben. Ennél izgalmasabb dolgokat is ki lehet azért találni, például képzeljünk el egy olyan bolygót, ami nem mászkál sem erre, hanem itt ezen a gyerek ponton megáll, és köszöni szépen, jól van. Ezt hívjuk Lagrange pontnak. Egy kétes rendszerben találtunk egy olyan helyet, ahol a testünkre ható erők, azok kiegyenlítik egymást, görbül arra is, görbül erre is, a el van, Azért eléggé instabil nyilván ez a pont. Ugye őt hívjuk l egyes es Lagrange pontnak, két test között van, például csillagászok használják napmegfigyelésre, nap illetve földmegfigyelésre ezt a helyet, a Soho az a földnaprendszernek az egyes Lagrange pontjában van, de az adítja indiai napmegfigyelő műhold is, szintén ott található. A többi lagrans pontot, azt most így egy picikét bonyolult itt elmagyarázni, meg a 5-ös, 6-os az valójában fekete mágia, úgyhogy őt, őt egyébként is hagyjuk. Égi mechanika órán meg lehet érteni, pontosabban ki lehet számolni, hogy azok is szépen működnek, de van egy pont egyébként errefelé is, ami gravitációsan stabil. Ott abba az irányba is, nem csak gravitációsan, hanem minden erőt figyelem veszünk, akkor itt is stabil, arra is, meg itt egyébként még egy csomó picikét billentsük ki, ugye ebbe az irányba ő viszonylag stabil, erre fele bármerre megy, belezuhanna a csillagába. Emiatt egyébként a szondáknál sem pont megállunk itt, mert az nagyon macerás, hanem egy picikét itt vagyunk a Lagrange ponttól oldalra, magától a szonda az bezuhanna a Földbe, viszont néha visszalökjük egy picikét, és figyelünk arra, hogy nehogy túllökjük ezen a ponton, mert akkor a napba zuhan be a szondánk. Úgyhogy így működnek a napmegfigyelők például. Elképzelhetünk egy olyan bolygót, ami szépen oda-vissza hintázik, mondjuk ezen a ponton. Megkérdezünk egy ilyen bolygón lakó ö, őslakosokat, hogyan néz ki náluk az év, akkor elmesélik, hogy hát náluk nappal az nagyon nem létezik, Bocsánat, éjszaka az nagyon nem létezik, mert egyik irányba, meg másik irányba is látnak mindig egy baromi fényes csillagot. Tegyük fel, hogy hasonló összetételű a bolygó, hasonlóan viselkedik a légkör, szép, kék az ég, mindig. Egy év alatt azt látják, hogy elindulunk innen, van két csillag, ott egy fényes csillag, meg ott egy fényes csillag. Szépen, ahogyan bemennek a kettő közé, nőnek a csillagok, és eljönnek a fülük mellett. Aztán tovább megy a bolygó, mennek hátrafelé, és ott megállnak a csillagok, megint picikén, és utána megint előre jönnek. És egy év az abból áll, hogy két nap előre-hátra így ingázik az égen. Egészen izgalmas lehet. Meg viszonylag instabil, tehát hogy viszonylag hamar beleesik -be 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 valamelyik e csillagba. Aztán, hogyha tényleg nagyon kaotikusak akarunk lenni, akkor lehet csinálni egy olyan bolygót, amit passzolgatnak a csillagai. Elindítom oda megy, visszajön. Oda megy, visszajön, és így mászkálnak, és néha ütköznek egymással. Tehát elképzelhető ilyen is, de ezek nagyon instabilak, ezek a pályák, úgyhogy nem nagyon valósulnak meg. Megint, ha science fiction akarunk, akkor például a három test problémában ott három csillagunk van, és a triszolárisziak, passzolgatja egymás között a három csillag, belökköm, és akkor valamerre mászkál, össze-vissza a három csillag körül, ezért keresnek új e, lakást maguknak az ottani idegenek. Tehát ilyenek elképzelhetőek odakint, vannak stabilabb rendszerek, vannak instabilabbak közülük. Hogyha nem egy csillagot e, rakok oda be középre, hanem valami sokkal nehezebbet, mondjuk egy fekete lyukat, akkor egy picikét átiródnak a játékszabályok, de egyébként olyan fergetegesen nem. Tehát rakjunk be egy jó nagy tömeget, elkezdem vele, és hozzápakolunk még, hogy jól lehúzza a téridőt nekünk. Még jobban húzza a téridőt. Sőt, kap egy ilyen gömböt is. Jó meredek téridőt kaptunk ebben az esetben. Mi történik, ha elkezdünk keringeni egy ilyen égi test körül? Elindítom bolygónkat, és hát mászkál körbe. Látjuk azt, hogy befelé szépen egyre gyorsabb, lemonstráltuk a Kepler törvényeket, de olyan hatalmas változás a jelenségben nem áll be ahhoz képest, hogy egy csillag volt középen. Tehát kellő távolságra biztosságosan lehet keringeni fekete lyuk körül. Aki nem hiszi, az járjon utána, hogy mi van a tejútrendszer középpontjában. Viszont amikor közel kerül egy égítest a fekete lyukhoz, akkor megváltoznak a játékszabályok. Ismételten több üveggolyót fogunk beküldeni, de most elképzeljük, hogy ez a sok üveggolyó egyetlen csillagnak a különböző részei. A jobb oldal, a bal oldal, az elején a hátulja. Elküldjük szépen, hogy a fekete lyuk körül békésen éldegéljen, kering körülötte, viszont amikor közel megy hozzá, akkor egy pillanat alatt szép hosszú vonallá vált a csillagunk. Elindítom még néhányszor, hogy lássuk őt szépen. Kreatív csillagászok ezt nevezték el spagettifikációnak, amikor is hirtelen a csillagnak az egyik oldalát már a fekete lyuk jobban vonza, mint a csillag saját magát, és szépen szétrántja a csillagunkat. Hú, ez most nagyon könnyen, nagyon gyorsan szépszette. Próbálok egy stabilabb csillagot létrehozni. Ő stabil, és eddig volt stabil, szépen utána szét is esett. Tehát tépi, amikor közel érnek hozzá, aztán szépen lassan majd bezuhannak ütközéssel, energiát veszítenek a részecskék, és beesnek a fekete lyukba általában. Így működik a klasszikus anyaggal a fizika, amit látunk mi is a mindennapokban. Fekete lyukat az pont nem, de a körülötte lévő akréciós korongot azt meg tudjuk figyelni. Az izgalom az akkor történik, amikor bevesszük a buliba a sötét anyagot, kipateroljuk innen látható barionikus anyagunkat, köszönjük neki a szolgálatot, és megpróbáljuk eltüntetni a világot. Ehhez most le fogom kapcsolni a lámpát. Hol van a villanykapcsoló? Melyiket? Piros? Hú! Uh. Hagyunk egy kis időt a kamerának, hozzászokjon a sötéthez az ő szeme is. Látjuk itt uh, azt, hogy nem látunk semmit. Így kell elképzelni valójában. Ott va, lehet, hogy van középen valami, de mi ezt nem tudjuk megállapítani. Viszont, amint a rendszerbe látható anyag kerül, akkor azt már elkezdjük érezni, hogy van ott valami. Nem tudjuk még, hogy pontosan micsoda, de de minthogyha ezek valamilyen rendszerben valami körül mászkálnának, tehát el lehet képzelni, így például a sötét energiának a kutatását, hogy én azt nem látom, hogy hol van a sötét energia, azt viszont igen, sötét anyag, igen, köszönöm, de igen. Tehát nem a, a sötét energia, a sötét anyagot, azt viszont látom, hogy milyen hatással van a mozgó anyagra. Valójában nem azt kell elképzelni, hogy mondjuk van egy sötét anyag csillagom, és a körül keringenek a látható bolygók. Tehát ilyen szempontból a modell azért egy picikét sántít, hanem arról van szó, hogy mondjuk galaxisoknak van egy hatalmas sötét anyag halója, és emiatt hogyan viselkednek, mint ahogyan az csak és kizárólag a látható fényből adódna, és is szépen tudnak mászkálni egymás körül. De nem csak a sötét anyagot tudjuk bemutatni az univerzumnak, hanem sötét energiát is, ami ugye valahogyan ellent akar hatni a gravitációnak, széttolja a világegyetemet, úgyhogy mi is megpróbálunk egy ellentétes hatást létrehozni itt, gyertek vissza, golyócskák, egy ellentétes hatást létrehozni ebben az esetben, egy sötét méter rút segítségével. Be kell mászni ide, és alulról meg kell támasztani egy picikét ezt a trambulint, és akkor most nézzük meg, hogy mi történik. Valami elfelé tolja az anyagot. Szétszalad minden irányba. Azt hiszem, hogy értem, hogy miért nincs már meg az összes golyó ebben az acskóban. Minden irányba mennek. Ha a kettőt én együtt veszem be, és van sötét energiám, tehát ott hagyom középen a kis rudunkat, viszont elképzelem, hogy hát ha néhány helyen láthatatlan sötét anyag is megjelenik különböző csomókban, és elkezdem utána vizsgálni azt, hogy ha beküldök galaxisokat ebbe a rendszerbe, akkor mi fog történni. Elindítom őket, ennél kicsikét óvatosabban, hogy ne guruljanak el, ennél még óvatosabban, hogy ne guruljanak el, ennél még óvatosabban, hogy ne guruljanak el, vagy nehezebbé teszem a sötét anyagot. Az egyszerűbb. Az a jó, hogy amikor lekapcsoljuk a lámpát, akkor nagyon könnyű megtalálni ezeket a golyókat. Itt vannak a sötét anyagok, mindenfelé, nem látjuk őket. Aki esetleg látja a labdákat, az csukja be a szemét. És akkor most már nem látja a sötét anyagot. Tehát itt vagyunk ebben a rendszerben, és akkor elkezdek látható anyagot bevezetni. Látjuk azt, hogy ott középről felsik el a rendszer, látjuk azt, hogy középről azért még mindig elfele szaladnak az anyagcsomóink, viszont egy-két helyen elkezdtek megállapodni, ahol a sötét anyag elkezdi begyűjteni, ott szépen megállapodnak a galaxisok is, és létrejönnek és létrejönnek a galaxis halmazaink. Vannak, amik több anyagot tudtak magukba szedni, vannak, amik kicsikét kevesebbek, de mindenfelé felé látunk ilyen kis csomósodásokat. A Juklit pedig próbálja kitalálni abból, hogy mégis hogyan, hogyan változik az anyag eloszlás, azt hogy akkor merre fele vannak a voidok, ahol nincsen semmiféle anyag, azt taszítja, és merre felé lesznek azok a kis csomócskák, ahol utána megmarad az anyagom, és ott hát feltételezhetjük, hogy nem csak látható, hanem valójában sötét anyag is van. De is adunk még egy picit ennek a galaxis halmaznak. Meg ennek, most már biztosra megyek. Ő is kap. Meg ő is kap. Akkor különböző kozmológiai modellekkel számolgatunk, hogy a sötét anyag, meg a sötét energia az mégis milyen arányban lehet egymással, hogyan változik meg a világunk, hogyha változtatjuk ezeknek az erejét. Hogyha elkezdem megnövelni a sötét energiának a mértékét, akkor a galaxisaink, galaxis halmazzaink elkezdenek szétszaladni minden irányba. Hogyha csökkentem, akkor pedig szépen elkezdenek közeledni, és akár az is elképzelhető, hogy találkoznak egymással egy ponton, és összeolvadnak. Az alapján, hogy milyen modelleket feltételezek, a két, tehát a sötét anyagnak, meg a sötét energiának milyen arányát, terke, milyen arányát feltételezem, más-más modelleket fogok kapni. Hogyha például teljesen kiveszem a sötét energiát a képletből, akkor az egész univerzum összeszalad egyetlen pontra hogyha utána visszaadok hirtelen nagyon sok sötét energiát, vagy mondjuk elkezd kitágulni az univerzum, akkor szépen szétszaladnak a galaxisaink, és kapok egy ős robbanást. És akkor lehet gondolkodni azon, hogy mondjuk ez megtörténhet -e periódikusan, vagy hogy is változhat uh, maga a világegyetem az alapján, hogy én miket csinálok, és látjuk, hogy ilyen kis szigetvilágok szépen létrejöttek, itt egy szuperhalmaz, ott egy szuperhalmaz, arra fele egy-két magányos galaxis mindenfelé elgurult, de hogy mégiscsak látjuk azt, hogy működik az az elméletünk, hogy hiába van az, hogy nem látjuk valójában, hogy valami így gyűjti nekünk az anyagot, mégiscsak csomókba összeáll, és még így a vasötétben is ezeket a pontokat látja például a juhklidűrtávcső. Köszönöm szépen a figyelmet! Amúgy, mert egyébként lehet játszani tehát ha valaki szeret nagyon meggyőző volt, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy neteség annyira meggyőzöttnek lenni. Ilyenkor szoktak megérkezni azok a hozzászólások, hogy úgy, hogy van középpontja a világ, ilyen nincs. Ebben a modellben az volt a hiba, hogy ott volt egy bot, az univerzumban a sötét anyag, erről volt szó az előadásban, az nem lokalizált, az mindenhol ott van. Ezt most persze nehéz elképzelni, tessék, ez mindenhol lenne egy ilyen seprűnyél, ami az egészet görbítenék kifelé. Szóval, és az és akkor ezek a galaxis halmazok folyamatosan mennek kifelé, hogy elég pénzetek lesz, akkor igen, egész termet lefedő hatalmas modellt lehet készíteni, abban akár még ezt is tudjuk játszani, hogy miközben mennek széjjel a galaxisok, akkor gyűjtik be maguknak a plusz anyagot. Rendbe. Tehát ne tessék arra gondolni, hogy középen van egy nagy taszító, ami mindent széttaszít. Másrészt, amiről végén volt hogy ilyen periódikus modell, az nem túlságosan valószínű a jelenlegi tudományos álláspontok szerint. A univerzum egyszer keretkezett és tágul, tágulás hol lassul, hol gyorsul. Volt arról szó, hogy a Benelevi anyag mondja meg, hogy pontosan milyen módon. Newton annak idején azt mondta, hogy a gravitációt a tömeg okozza. Einstein óta tudjuk, hogy nem csak a tömeg, hanem többféle tulajdonság az anyagnak. Például a energiasűrűség és a nyomás, az a bizonyos állapot egyenlet, amiről András beszélt, az pont ezeknek az összefüggését adja meg, és a különböző anyagfajtáknál más az összefüggés. Amikor az egyes anyagfajták váltott egymást, akkor új felvonás kezdődött az univerzumnak a történetében, és ott kezdve más volt a tágulás mert hol lassul, hol gyorsul, szóval van még mit felfedezni, és nagyon izgalmasak. Ezek nagyon jó pofa modellek, de csak szemléltető modellek. Ne gondolja senki, hogy ez maga a világegyetem és a közvetlen nagyon jót lehet rajta szórakozni, de aki ezt meg akarja jól tanulni, annak egy dolgot tudunk ajánlani, matematikát. Meg kell tanulnia a matekot, és azzal akkor pontosan utána lehet számolni. Ha valaki nem akarja megtanulni, akkor is jöhet a továbbiakban az atomcsillag. Hát az előbb akartam mondani, hogy természetesen egy ekkora előadásban nem fér bele minden részlet. Viszont az atomcsőről most már lassan 250 vagy már annál is több előadás fönn van. Tehát egyes eh, itt elhangzott fogalmakról, problémákról részletes előadások voltak. Magáról a relativitáselméletről, az általános relativitáselméletről, hogy Isten hogy írja le a görbült téridőt, és mi, milyen fizikai eh, tények vannak mögötte, erről is volt előadás. Volt szó magának az univerzumnak a tágulásáról, a tágulás mikéntjéről, a, 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 milyen volt ez régen, milyen lesz a jövőben, az univerzum később, hogy változik. Arról is beszéltünk már sokat, hogy miféle részecskék töltött ki, és azok között milyen kölcsönhatások vannak, külön a csillagokról, galaxisokról, és ha, hogy mondjam, az egész világ atomoktól a csillagokig, és ezen túl mindenkinek ajánlom, hogy nézegesse az előadásokat. Köszönjük szépen a figyelmet!